stencilmosó gépet csak az arra oktatást kapott személy használhatja. A stencilről még a nyomtatógépnél el kell távolítani nagy mennyiségű pasztafoltokat a szűrők és a folyadék hosszú élettartamának érdekében. A mosásra váró stencileket a gép melletti állványon tároljuk. Ellenőrizzük le a kiválasztandó programot. Panasonic Stencil 1-es program, Sony Stencil 2-es program. A stencil típusának ellenőrzése után a program kiválasztáshoz nyomjuk meg valamelyik nyilat. Majd üssük be az operátori jelszót 1, 2, 3 és Enter, majd a nyilakkal válasszuk ki a megfelelő programot és nyomjunk OK-t. Hajtsuk fel a kilincseket mindkét oldalon és emeljük fel az ajtót a retesz fölé, majd engedjük vissza óvatosan ütközésig. Helyezd a stencilt a nyomtatási oldallal kifelé a tartórudakra. A Sony stencilt a rövidebb oldalára állítva helyezzük be. Túl rögzítsük a stencilt. Emeljük fel az ajtót, közben fordítsuk el a gombot lefelé, majd csukjuk el az ajtót teljesen. Hajtsuk le mindkét oldalon a kilincseket. A gépet csak kész állapotból tudjuk elindítani. Amennyiben a gép használatban volt, és programot sem kellett választanunk, a kijelzőn vége felirat látható. A stop gomb megnyomásával tudjuk kész állapotba helyezni a gépet, utána a start gomb megnyomásával tudjuk elindítani a programot. Amennyiben az indításnál hibaüzenet látható a kijelzőn, értelmezzük és hárítsuk el. Például az ajtó nincs zárva. Kilincset fordítsuk el, töröljük a hibaüzenetet, majd a start gomb megnyomásával indítsuk el a gépet. Ellenőrizze le a tisztítás eredményét. Az ajtót hagyjuk nyitva, hogy a mosótér kiszellőzzön. A használaton kívüli stencileket tegye vissza a tárolószekrénybe. A használaton kívüli stencileket mindig ebben a szekrényben tároljuk.